A Művészetek Házában a bukaresti Nottara Színház Tompa Gábor rendezte az Új Bérlő című előadás előtt tartott ünnepségen, az igazgató főrendezőt köszöntötte Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere, aki elmondta, a színházi szakember olyan formavilágot alkotott, ami csak rá jellemző. Hoppál Péter köszöntőjében kiemelte, a valódi reneszánsz ember vezette társulat produkcióiban ötvözi a progresszív és kísérletező színház lehetőségeit. A magyar színházművészet világszínvonalú, ehhez tehetséges művészekre és értő közönségre van szükség. Ezért is növelik meg a jövőben a fesztiválok támogatását. Kisvárdára szükség van a szakmának, és szükség van a közönségnek is, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a magas színvonalú kulturális fesztiválok körében a pozícióját tovább erősítsük. Ennek érdekében egy vidéki fesztivál keret nyílt meg az idei esztendőben, amiben már bekerült állami támogatással a Kisvárdai Fesztivál, de a jövő évben azt abban bízom, hogy az eddig 45 milliós keret és az idén megnyíló 5 millió forintos támogatási sor az tovább tud bővülni, és egy stabilitás biztonságot adhat a Kisvárdai Fesztivál hosszú távú finanszírozására. Tompa Gábor direktori és rendezői munkája mellett oktat is. Igazgatásának 25 éve alatt a kolozsvári Állami Magyar Színház világhírű színházi műhelyé vált, előadásaikat számos fesztiválra meghívják, Avignontól kezdve Bogotán át Koreáig. A direktor szerint munkájának elismerése nem csak neki szól. Enélkül, a nagyszerű együttes nélkül nem lehetett volna a kolozsvári színháznak eljutnia oda, ahova eljutott, és akik bíztak bennem, bíztak abban az elképzelésben, amit hosszú távra gondoltam én annak idején, mert hiszen egy-két év alatt ezeket az elképzeléseket lehetetlen megvalósítani, nekik köszönhető, nélkülük nincs csak elmélet. Tehát ők azok, akik tulajdonképpen megvalósították, megtörténté tették ezeket az álmokat, és így úgy érzem, hogy ez az elismerés mindenképpen egy együttesnek az elismerése. A Kisvárdai Fesztivál előadásaira a hétvégéig várják a színházbarátokat. A zsűri által megítélt díjakat a szombati záró rendezvényen adják majd át.